Kemény küzdelem várható Bukarestben a helyhatósági választásokon a főpolgármesteri tisztség elnyeréséért folyó küzdelemben. Krisztián Popescu, közismertebb nevén Piedone polgármesterjelölt, arra hívja fel a választópolgárok figyelmét, hogy abban bízzanak, aki nem csak ígérget, hanem tesz is a közösségért. Nagyon aktívan kampányol Krisztián Popescu Piedone, a PUSZ-élé jelöltje Bukarest főpolgármesteri tisztségére. Gyakorlatilag naponta találkozik a bukarestiekkel, eljár a piacokra, áttekinti az infrastrukturális beruházásokat és az emberek gondjairól érdeklődik. A jelölt egyébként arról ismert, hogy ideje nagy részét terepen, nem pedig a hivatalban tölti el. Közelebb kerülünk így az emberekhez, átérzem a valós gondjaikat, és próbálom orvosolni ezeket, hangsúlyozta több ízben is. Bukarestiek, önök azt gondolják, hogy a nagy pártokat, a PSD-t és a PNL-t érdeklik az önök gondjaik? Nekik más prioritásaik vannak. Olyan polgármestert válasszanak, aki tesz is önökért. Vállalom, hogy meg fogom hallgatni, és meg is fogom oldani a problémáikat. Korábban Gabriela Firja és Nikus Ordán is azt ígérte, hogy megoldja a főváros egyik legégetőbb gondját, a fűtésrendszer kiépítését. Eltelt 8 év, de nem történt semmiféle előrelépés. Nem szavakra, hanem tettekre van szükség, fogalmazott Krisztián Popescu Piedone.